Nos, ahogy ígértem, folytatjuk a nyílfüggvényeket, tovább boncolgatjuk a témát, hogy miért is imádjuk őket. A nyílfüggvények másképpen kezelik a diszkurzust, mint a hagyományos függvények, olyannyira, hogy nincs is diszkurzus a nyílfüggvények esetében. Ez nem azt jelenti, hogy a nyílfüggvényekben nem használjuk a diszkurzust, használhatjuk, de nagyon-nagyon fontos megértenünk, hogy egy nyílfüggvényen belül használt diszkurzus, az gyakorlatilag annak a függvénynek a diszkurzusa, amin belül a nyílfüggvényt létrehoztuk. Magyarul a nyílfüggvény az őt tartalmazó, hogyha úgy tetszik, külső függvény által használt diszkurzust használja. Nézzük meg azt a gyakorlatban inkább, most elsőként fogjuk használni a HTML5-ban lévő színes dobozokat, konkrétan itt a képen látható zöld dobozt használjuk. Csináljunk egy objektumot néhány tulajdonsággal, és csinálunk majd egy függvényt, amit hozzákapcsolunk a doboz esemény kezelőjéhez. Jön egy komment, egyébként ezeket pedig itt kikommentezem, ezeket a konzol logokat, hogy ne zavarjanak. És akkor jön egy olyan komment, hogy nyíl függvények 2. És akkor először nézzük az ES5-ös verziót, tehát ES5. Ugye var kulcsszóval hozzuk létre a változókat, var, legyen az, hogy doboz, ES5 a változónak a neve, objektumnak a neve, jön az objektumnak a létrehozása. Ugye ez lesz az objektum, amit feltöltünk tulajdonságokkal, legyen mondjuk egy szín tulajdonság, mivel zöld dobozról van szó, ezért legyen az, hogy zöld, és a pozíció az pedig, hát ugye egyes, mivel itt az első helyen van ez a zöld doboz. És akkor legyen egy metódus is, ez pedig legyen a kattints rám 2.function gömbőzárójel, kapcsolzárójel, és akkor nézzük meg, a metóduson belül létre akarunk hozni most egy eseménykezelőt, a már jól ismert módon, tehát a document query selectorral, document.query selector, és akkor itt nézzük meg a HTML fájlon belül, hogy melyik dobozról van szó, mi a doboznak a neve, pontosabban a class neve, ugye zöld. Akkor ugye itt szépen megadjuk azt, hogy zöld. És akkor jön most az eseménykezelő hozzáadása, az add event listener. A click eseményt akarjuk kezelni, és akkor jön a callback function. A callbackben azt vizsgáljuk meg, vagy a callbackben azt csináljuk meg, hogy egy felugró üzenet ablakban a doboz elmesél magáról néhány dolgot, például az, hogy milyen színe van, hány pozíció, tehát akkor úgy fog kinézni, hogy var szöveg egyenlő én vagyok az. És akkor hozzáfűzzük, hogy this.pozíció. Még egyszer hozzáfűzzük azt, hogy jön egy pont, doboz, vesző és a színem, egy szóköz, plusszjel, és hozzáfűzzük azt, hogy this.szín, és akkor a végét lezárjuk egy ponttal. És akkor jött a felugró ablak az alert utasítással, alert, és ebben megadjuk paraméterként a szöveget, amit előbb létrehoztunk. És akkor hívjuk meg itt az objektum után a doboz ES5-nek a kattints rám metódusát, és akkor nézzük meg a böngészőben, hogy mit fog erre lépni. Ide kattintunk, zöld gomb. És akkor ugye azt írja ki, hogy én vagyok az undefined doboz, és a színem az undefined. Hát itt valami nem jó. Az a kérdés, hogy miért undefined? Miért nem érjük el a doboz objektumnak a tulajdonságait? A magyarázat az, hogy a metóduson belül használt diszkurzus,
tehát amit itt használunk, az gyakorlatilag nem az objektumra mutat, hanem a globális objektumra, ami a window objektum. Ugye a kattintsem metódus az egy függvény, ami a doboz E5 objektumhoz tartozik. Hogyha közvetlenül ebben a függvényben használjuk a diskulcsot, és pontosabban metódusban, akkor az valóban az objektumra mutat. Úgyhogy bizonyítom nektek, console.log this.szín. Tehát ez azt fogja kérni, hogy zöld, ha minden igaz. És igen, itt kiírta, hogy zöld. Tehát a konzolba tényleg az objektum szín tulajdonságát írtuk ki. Visszatérve a kódhoz, a kattintsem metóduson belül az eseménykezelőben hívott, callbackban használt this, az nem a doboz ES5 objektumot jelenti, hanem ez gyakorlatilag a globális window objektumot, ugyanis ez nem egy metódus, hanem, tehát ez nem egy metódus, hanem egy normál függvényhívás, egy callback, egy névtelen függvény, és ugye a szín és a pozíció tulajdonságok, azok nem definiáltak a window objektumon belül. Tehát ezért is undefined. Sőt egyébként, hogyha hajt minket a kíváncsiság, már pedig miért ne hajtana, akkor a callbackben ki is adhatunk egy console.log this parancsot, console.log this, és akkor nézzük meg, hogy mit ír ki. Ugye itt magát a HTML elemet kapjuk meg, de a lényeg, hogy a callbackben lévő this az nem a doboz E5 objektumra mutat. Itt megint csak megoszlanak egyébként a vélemények, tehát vannak, akik azt mondják, hogy ez egy JavaScript hiba, mások pedig azt, hogy ennek így kell működnie. Mi igazából nem törünk pálcát egyik vélemény felett sem, hanem elfogadjuk, hogy ez így működik, és pont. Persze van egy módszer arra, hogy ezt mégis megoldjuk, ezt a problémát. A megoldás igazából abban rejlik, hogy a kattintsem metódus törzsén belül, tehát itt, a diszt eltároljuk egy változóban. Azt mondom neki, hogy var, a neve az egy objektum, és egyenlő disz. Tehát ebben az objektum nevű változóban ugye maga ez a doboz ES5 objektumra mutató hivatkozás lesz. És akkor ezt az objektumot, változót már tudjuk használni itt a disz helyett. És nézzük meg, hogy mi történik. Azt mondja, hogy zöld vagyok. Én vagyok az első doboz, és a színem zöld. Tehát tök jól működik. Ezzel a kis trükkel, vagy hackkel megoldottuk ugye ezt a problémát. És akkor nézzük meg a nyílfüggvények használatát, mivel ugye azt mondtam, hogy a nyílfüggvényen belül használt this kulcsszó, az az őt tartalmazó függvényen belüli this kulcsszót jelenti. Tehát akkor nézzük, ezt kikommentezem, ne zavarjon majd. ES6. És akkor ezt az egészet lemásolom, és ki fogom cserélni a szükséges részeket. Azzal kezdjük, hogy a var helyett a constot használjuk, akkor itt a doboz ES5-ben átírjuk az 5-öt 6-osra, a tulajdonságok maradnak, akkor ugye ez nem kell nekem már, ez a var objektum this. Viszont ugye itt mindenképpen ki tudjuk cserélni ezt this-re. És akkor ugye nekünk nem kell ez a névtelen függvény, tehát ezt én nem törlöm, ezt a function szót, helyette jön ugye a nyílfüggvény. Ugye a nyílfüggvényekről már mondtam, hogy ha egynél több paramétert használunk, akkor ezt a gömbőzáróját kell megadni, és akkor is gömbőzárót adunk meg a paraméterek jelölésére, hogyha nem adunk meg egyetlen paramétert sem. Tehát marad a gömbőzárójel, jön a szokásos nyíljel, és ugye meghagyjuk a függvény törzsét, ami ugye, hogyha egynél több utasítást tartalmaz, akkor kapcsolzárójelbe írjuk. Ugye az objektum változót már kicseréltük, beírtuk helyre a this kulcsszót, és akkor megnézhetjük böngészőben, doboz es6.kattintsrám. És akkor nézzük meg.
Ide kell kattintani erre a dobozra. Kiírta, hogy én vagyok az első doboz, és a színem zöld. Tök jó, tehát ez is működik. Látjuk, hogy a nyílfüggvény szuperül funkcionál. És akkor hagyok időt most az elhangzottaknak és a látottaknak az emésztésére, és viszont a következő videóban még mindig nem adjuk békén a nyílfüggvényeket.